Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. A Politika belülről című műsor keretében meghívottam ma Kelemen Hunor, az RMDS szövetségi elnöke. Ővel vele fogunk beszélgetni az aktuál politika legfontosabb kérdéseiről. A hazai belpolitikai általános helyzettel kezdeném, ezzel a szociáldemokrata párt szétesése, vagy koalícióból való kilépése, vagy az ALDE-nak a koalícióból való kilépésével, hogy hogyan értékeled a mostani mozgásokat a politikai szintéren? A felvétel időpontjában még nem tudjuk pontosan, hogy az ALDE mit fog dönteni, mert ők is most a hétvégén üléseznek, és ott elég nagy a belső forrongás, bizonytalanság, de hát ezt neki kell eldönteniük egyrészt, és azért kezdtem ezzel, mert megtörténhet, hogy az adás pillanatában vannak új fejlemények egyrészt. Másrészt, ami a szociáldemokrata pártnak a belső konfliktusait illeti, az elsősorban rájuk tartozik, mert nyilván egy pártnak a belügyeit kívülről lehet szemlélni. A párt szimpatizánsainak, tagjainak és szavazóinak nyilván ebben véleményt is kell, hogy mondaniuk, hogyha ilyen eset előáll. De nekem nagyon nem illik, hogy bármilyen álláspontot foglaljak el azzal kapcsolatosan, hogy mi van a párton belül. Ezt neki kell rendezni. Nem vagyok sem szimpatizánsuk, sem szavazójuk, nem is voltam, nem is leszek, azért ez a kérdés számomra nagyjából ilyen szempontból tiszta. Másrészt én sem fogadnám el, hogy a mi esetleges belső problémáinkról véleményt mondjanak, meg megpróbáljanak befolyásolni bennünket kívülről, magyar pártok, román pártok, teljesen mindegy. Egyrészt. Másrészt ők a kormányzásra kaptak felhatalmazást 2016-ban, együtt az ALDE-val, megvan a parlamenti többségük, nekik kormányozni kell. És hogy a párt belső konfliktusai a kormányzásra rányomják ki a bélyeget, azt gondolom, hogy igen. De az elmúlt években azt láttuk, az elmúlt két esztendőben azt láttuk, hogy a kormányzásnak a jó döntései mellett mégiscsak van egy hatalmas adóssága, az, hogy az adminisztráció rettenetesen lelassult, a beruházások elakadtak, a beruházások nem haladnak, szinte közberuházásokról ma érdemben beszélni nem lehet. Van valamennyi, főleg az önkormányzatoknál a kormányzati támogatási rész egy picit megmozdult, egészségügyben káosz, oktatásban folyamatos káosz, és akkor még nem is beszéltünk más olyan fontos részekről, mint a szociális elosztórendszer, ahol a gyerekvédelemnél van óriási hiány, illetve az önkormányzatoknak, a kis önkormányzatoknak a finanszírozása, vagyis az a kérdés, hogy a központ kell ezt finanszírozza, vagy az, amit mi javaslunk évek óta, hogy 100%-ban a helyi adók ott maradjanak, és abból lehessen finanszírozni a nagy önkormányzatoknál. Nem lenne probléma, a kicsiknél lenne. Tehát a béremeléseken kívül a kormányzással kapcsolatosan nekem súlyos kritikáim vannak, és a kormányzó pártoknak, a koalíciónak a belső válságai még inkább ezt a lassú kormányzást, ezt a nehézkes kormányzást, ezt a problémás kormányzást elnehezítik. És ez, ami az adófizető szempontjából fontos. Nem az, hogy a párton belül most éppen kikinek esett neki. Ez nyilván bulvárhírekben érdekes lehet, meg szenzációs lehet, de úgy tűnik, hogy ebben a pillanatban ők ezt egy időre letudták. Tehát most ott nincs, minden héten nem lehet bizalmi szavazást kérni, vagy provokálni a párt vezetőségével szembe. Egyszer ez lefutott, úgy gondolom, hogy egy ideig nekik ezt most rendezniük kell. Szokták kérdezni, hogy a kormányzással elégedettek vagyunk-e, nem vagyunk elégedettek. Miért lennénk elégedettek? Mert a béremeléseken és néhány, főleg az igazságszolgáltatás területén elvégzett munkát leszámítva, én nem nagyon tudnék semmi mást ebben a pillanatban pozitívunként felhozni. Jó, apróbb törvénytervezetek, kisebb, nagyobb ügyek voltak, de összességében nem vagyok elégedett. Én azt mondtam, hogy az utolsó kormány, amellyel elégedett voltam, sajnos rövid ideig volt hivatalban, az Ungureanu kormány volt. Azóta sem a Ponta kormányokkal, sem Csolossal, sem a PSD kormányokkal nem voltam elégedett. A Ponta kormányból mi magunk kiszálltunk, előbb én, aztán az RMDS, tehát azt az elégedetlenségünket, a bizalmatlanságunkat így fejeztük ki. Úgyhogy ez a belső válság sajnos a kormányzásra rányomja a bélyegét, és ez a fontosabb.
Most itt maradnék ennél, hogyha mégis szakad a koalíció, és az RMDSZ-t megkínálják azzal, hogy vegyen részt a PSZD mellett, akkor koalícióra lépnétek? Nem. Ez egyébként, ha szabad ilyet mondani, olyan, mint a vonat késés nélkül, mint a jobb országokban, rendszerint beérkezik. Volt ilyen megkeresés az elmúlt 2 évben, többször is megkérdeztek. A mi válaszunk az volt, hogy nem. És ennek nyilván rengeteg oka van, nem csak a 2018-as esztendő, mert az 365 nap az kezdődik, véget ér, azt annyi. De a feltételei ebben a pillanatban nem adottak. Én egyébként nem hiszem, hogy a koalíció szakadna, mert ez azt jelenti, hogy a PSZD elveszíti a kormányzást, tehát valószínű, hogy ő a Töricsánó fele gesztusokat fognak tenni, hogy ne menjen el Töricsánó, mert csak akkor szakadhat a koalíció, hogyha az ALDE ki fog lépni a koalícióból, vagy kilépne a koalícióból. Én ebben nem hiszek. De ma én nem látom annak a feltételeit, hogy a jó kormányzás, és ez nem egy ideológiai kérdés föltétlenül, hogy akkor PSZD-vel vagy PSZD nélkül, hanem egyszerűen én a liberálisokkal se látnám ma a jó vagy a jobb kormányzásnak a lehetőségét, a feltételeit, mert voltak mindenféle beszélgetések, vannak egyik oldalon is, másik oldalon is. De Töricsánóval jól kormányozható. Az egy másik történet, de hát ő ebben a legkisebb fiú. Egyébként akkor Romániában még nem próbálták ki. Volt. Nem próbálták ki még Romániában azt, hogy a kisebbik párt adja a miniszterelnököt. Akár egy más koalícióban, nem a mostaniban. Ez lenne, lehetne egy olyan megoldás, ami talán nem csak a mi szempontunkból, hanem sokféle szempontból megnyugvás jelentene, de akkor is gondoljunk bele, hogy hány pártból állna az a koalíció. A 96-os konvenciós időszakhoz hasonlóan 6-7 része lenne annak a koalíciónak. Na, azt egybe tartani, még ha csak egy 2 éves időszakra is, nem lenne egy egyszerű feladat, de hát nyilván sokan azt mondják, hogy a maihoz képest bármi jobb, még akár ez is jobb lenne. Szóval én a parlamentben nagyon kevés olyan politikust látok, nem azt mondom, hogy nincsen, de kevés olyan politikust látok, akit miniszterelnökként ebben a pillanatban jó szívvel meg tudnék szavazni, talán Töricsánó azon kevesek közé tartozik, és akiről azt gondolom, hogy egy ilyen bonyolult koalíciót egybe tud tartani, mert azt nem csak miniszterelnök vagy, hanem egyben a koalíciót össze is kell valamilyen formában fognod miniszterelnökként, egy más felállásban, mint a mostani. Maradjunk még egy picit itt a koalíció házatáján. Szerinted ugye a személyes véleményed is érdekel, tehát a politikai élet bugyraiból alkotott véleményed, hogy a Drágnyá most a politikai túléléséért küzd, vagy őszintén hisz abban, hogy ezt a féle szekus államot, amit az évek során itt felépítettek, és amelyik most már az emberi jogokat szemmel láthatóan lábbal tiporja, azt valamilyen módon rendre lehet utasítani, és meg lehet zabolázni. Mi a helyzet? Szerintem mind a kettő. Hogy melyik a keverékből, illetve a mixből melyik nagyobb arány, azt én nem tudom megmondani. Hát de az egyértelmű, hogy a politikai túléléséről is szó van minden egyes pillanatban, akkor is, amikor megkérdőjelezik belülről, akkor is, amikor kívülről támadják. És nyilván azt gondolom, hogy a felvetésnek a másik része is igaz, bár ott azért időnként megfogalmazódnak azok a kételyek, ahogy újabb és újabb információk látnak napvilágot, hogy akkor most éppen mi van. Mert ugye a belső vitáiknak az egyik következménye az, hogy a volt miniszterelnök, a volt pártelnök pont a nyilvánosságra hoz információkat és fényképeket, amelyekből kiderül, hogy ők annak idején, amit nem tudtunk, nem tudott a közvélemény, hát honnan is tudtuk volna, ők jól el voltak azzal a bizonyos értelemben a szolgálatok, meg amit ő párhuzamos államnak nevez, én ezt nem szívesen használom ezt a szót, ezt a kifejezést, ők azzal jól el voltak, aztán egy adott pillanatban valahol történt egy szakadás egyrészt. Másrészt meg a kollégám, aki a belföldi hírszerzést felügyelő parlamenti bizottságban dolgozik, Csoma Boton, mondja, hogy mintha megtorpanás lenne azzal kapcsolatosan, hogy hogyan tovább, és nyilván ennek egy szociáldemokrata elnöke van, és ő úgy érzi, hogy ott azért az elmúlt egyesztendőben, vagy szűk egyesztendőben is a nagy lendületben, mintha visszavettek volna. De azt gondolom, hogy van egy olyan helyzet, amikor mind a két kijelentés igaz, az arányok azok nyilván vitathatóak. De a politikai túlélés az talán meghatározóbb, ez az én szerény véleményem, de lehet, hogy nem így van. Az RMDSZ milyennek képzeli el az igazságszolgáltatás reformját?
Én alkotmánymódosítással kezdeném, ha lehetne. És az alkotmánymódosításban néhány alapvető kérdést tisztázni kellene. A legfelsőbb bírói tanácsot kettőbe választanám intézményesen, nem csak a tanácson belül a különböző testületeket. És azt mondanám, hogy külön a bíróknak legyen egy legfelsőbb bírói tanácsa, és legyen az ügyészeknek külön egy legfelsőbb ügyészi tanács. Azért, hogy a döntéseket külön hozza meg mindenki a saját területén, és az igazságszolgáltatás két fontosságának a függetlenségét biztosítsa. Mert végül is a függetlenséget a törvények biztosítják, és ez a két intézmény, nem az államelnök, nem az igazságügyi miniszter, nem a politika. És így ezért kettőbe kellene választani, mert nagyon sokszor az volt a tapasztalat, információ, visszajelzésekből is az derül ki, hogy az egyik vagy a másik fél többnyire az ügyészek többségben voltak, és rányomták a döntésekkor a saját véleményüket. De ez az még egész mindig testületre. Nincs benne a mostani tervezetben. Nem, mert nem lehet, mert az alkotmány egy legfelsőbb bírói testületről, vagy magisztrátusok testületéről beszél, és ezért nem tudod kettőbe választani, csak belül, az intézményen belül csinálsz egy ügyészi testületet, csinálsz egy bírói testületet, de összességében és ők az együtt adott vannak. Körülmények között a mostani tervezet, ami az Alkotmánybíróságnál van, az, az megfelel? Ezekben a kérdésekben a legtöbb esetben szerintem a három törvényről beszélünk, a legtöbb esetben szerintem jó választ ad. Megemeli a legfelsőbb bírói tanácsnak a szerepét, és ez jó. Az államelnöknek a szerepét visszaveszi, ez egyesek szerint jó, mások szerint nem jó. Szerintem az államelnök, akár csak a miniszterelnök, meg a kormányzat, ők a végrehajtó hatalmat képviselik, mindegy, hogy a legitimitás amelyiknek mekkora, mert itt legitimitásról beszélünk, de az alkotmány szerint az államelnök is, mindegy, hogy Iliescu, Constantinescu, Băsescu vagy Iohannis, a végrehajtó hatalomnak a része, ő vezet egy csomó részt, vagy ő felel külpolitika, nemzetbiztonság, védelmi kérdésekért. Az erőszakszervezetek neki vannak alárendelve nagyon nagy többségében, és ilyen szempontból ő a végrehajtó hatalomnak a része, tehát ott nem kell erősíteni. Én szerintem azok a részei a politikának visszább kell, hogy vonuljanak, valakinek javasolni kell. Itt nem lehet az igazságügyi minisztert megkerülni, mindegy, hogy hívják az igazságügyi minisztert, de a legfontosabb az a csiszimékkel, hogy legyen a legfelsőbb bírói testület, vagy a magisztrátusok legfelsőbb tanácsa. Na most ilyen szempontból én azt gondolom, hogy rendben van az, amit a három törvény mond. Sok szempontból vannak vitatható kérdések. Én olyan problémát egyáltalán nem látok, ami a jogállamiságot hozná ebben a pillanatban bajba, kérdőjelezné meg, és a politikának való alárendeltséget sem látom. Az, hogy a miniszter javasolja, hát valakinek javasolni kell, tehát azért az ügyészség a világon mindenhol, mindenhol. A végrehajtó hatalomnak a része. Függetlenként kell működjön, teljes mértékben egyetértek ezzel, de az nem a civil társadalomnak a része, az egy félig militarizált testület. Nagyon pontos, ha szabad ilyet mondani, katonai hierarchiával, és a végrehajtásnak a része az államot képviseli. Az államot képviseli a vádhatóság. Ennek vannak különböző megoldásai. Az Amerikai Egyesült Államokban meghonosodott megoldást azért nem mondom, mert ez egy teljesen más történet, Észak-Amerika, az Amerikai Egyesült Államok, de az európai gyakorlat is sokféle. Vannak államok, ahol például a legfelsőbb ügyészt lehet a parlamentben interpellálni. Egyszerűen a parlamenti képviselő kérdést tesz föl neki, és be kell jönnie és kell válaszolnia úgy, mint bármelyik miniszternek. Mert ő a végrehajtó hatalomnak a része. Természetesen nem befolyásolhatod, és ő nem beszélhet folyó ügyekről. Romániában ez nem lehetséges. Ettől olyan messze vagyunk, mint Makó Jeruzsálemtől. A nyugati államokban ez gyakorlat. Németországban nemrég történt meg ebben az esztendőben, a nemrég azt jelenti, tavasszal, a választások után, hogy a legfőbb ügyész politikai kérdésekben éles véleményt mondott. Az igazságügyi miniszter, a német szövetségi igazságügyi miniszter azt mondta, hogy vagy lemond, vagy leváltják. Lemondott. És nem háborodott föl senki, nem indult kivizsgálás Németország ellen Brüsszelbe, nem fájt ez tulajdonképpen senkinek, mert nem engedheti meg a főügyész magának, hogy politikai kérdésekben véleményt mondjon, ha meg ezt vállalja, akkor nincsen semmi baj, de akkor nem lehet főügyész. Tehát ez a kettő nem fér össze, hogy egyfolytában szapuljuk a politikusokat, de közben ügyészek akarunk lenni. Egyébként fordítva is ez a korrekt, hogy a politikus ne foglalkozzon az ügyésszel, végezze a saját dolgát, hagyja az ügyész dolgozni. Na ez Romániában az elmúlt 10-akárhány esztendőben hihetetlenül egymásra csúszott, összekeveredett, összebolondult, és ez nem jó. Ezt valahogy szét kellene választani. Ilyen szempontból ez a három törvény én szerintem
ennek a lehetőségét megteremti. És ezt a sok hónapja levegőben lógó kérdést, hogy most akkor részesítsenek-e közkegyelemben különböző bűncselekményeket, elkövetőket, ezt ti támogatjátok? Nem. Tehát ez a közkegyelem ez nem lehetséges így ebben a formában. Egy dolog lehetséges, hogy azt mondani, hogy abban az esetben, ahol bizonyíthatóan a titkosszolgálat és az igazságszolgáltatás összefonódásának következtében születtek ítéletek, a per újrafelvételnek, a rendkívüli per újrafelvételnek a lehetőségét megteremtsük. De ez egyéni kell, hogy ez legyen. Az, amit az RMDSZ kér. Nem vagy kérjük, támogat, nem kérjük, igen, mert nem kértünk igen. Mi ilyesmit, de ezt az egyetlen egy dolgot el tudom képzelni. Nyilván a technikai részleteit nem ismerem, nem vagyok jogász, de elben ezzel egyet lehet érteni. Az, hogy akkor most így hirtelen emiatt közkegyelem, ez nem működik, tehát egyszer be kell bizonyítani, hogy a dolgok egymásra csúsztak, vagy nem csúsztak egymásra, és akkor annak függvényében lehet tehát jogi nyilván keretben egy újabb. Marad. Ez így nem működik, hogy közkegyelem. Tehát ez, most nem akarok egy ilyen nagyon radikális szót mondani, hogy ez micsoda, de ezzel nem szabad foglalkozni, mert így egyrészt alkotmányjogilag, procedurálisan nem állja meg a helyét, kivitelezhetetlen, és azt a problémát, amit meg kellene oldani, azt amúgy sem oldja meg. És azon kívül fölösleges feszültséget vált ki a társadalomban. Ezt elmondtuk az év elején, elmondtuk júniusban, elmondtuk a nyár végén, elmondjuk, ahányszor megkérdeznek. Én azt gondolom, hogy ezzel ma már érdemben nem foglalkozik senki. Ez most már lassan olyan, mint a városi legenda, hogy van, él, jön, megy, találkozol vele, egyik nap, két napig nem találkozol, ismét találkozol, de én szerintem ezzel foglalkozni rettenetes nagy kockázatot jelent bárki részéről, és nem oldja meg a probléma lényegét. A probléma az lenne, hogy a per újrafelvételnek a lehetőségét megteremteni. De akkor is egyénenként, esetenként kell ezt elindítani. Nem lehet ezt kollektíven. Mert nem tudod, tehát a részleteket nem ismeri. A politikát belülről ismerve és a mostani erőviszonyokat egyáltalán elképzelhető az ma Romániában, hogy ezek a titkosszolgálati túlkapások és maguk a titkosszolgálatok, amelyek ezeket elkövették, rendre utasíthatóak lesznek? Elképzelhető, sőt, én azt gondolom, hogy el is kell képzelnünk, mert másképpen akkor, meg mi van, akkor nagy baj van. Az elmúlt hónapokban történtek olyan dolgok a szolgálat körül, legalábbis amit nyilvánosan látunk, mert én nem látok egyébként csak az, ami a nyilvánosság előtt történik. Csoma Botond, amit elmondhat az ülésekről, mert ugye azért ez egy teljesen más része a politikának, azt elmondja a frakcióülésen, elmondja a sajtónak is, ugye hát ő erről szokott beszélni a médiában, a közvélemény előtt nagyon jól teszi egyébként, hogy beszél erről. Azt látjuk, hogy van egy elmozdulás, de a történet az nyilván mindig sokkal árnyaltabb, talán Bajon. Évek múltán fogjuk látni azt, hogy ez az elmozdulás ez meghozza az elvárt eredményt, vagy pedig csak egy ilyen pillanatnyi apró korrekció. Rengeteg tábornokot nyugállományba helyeztek, volt egy nagy csere, volt egy nagyon fontos, nagyon látható része ennek az egész történetnek, de ez egy nehezen átállítható rendszer. Van egy olyan része az egész történetnek, amiről keveset beszélünk mostanában, de ami sok szempontból megoldást jelentenek el, egy új nemzetbiztonsági törvény a titkosszolgálatokkal kapcsolatosan is, mert az, ami ezelőtt 20 évvel igaz volt, ma már nem igaz. Átszerveződött mindenféle dolog a világban, és az, hogy a terrorizmus ellenes harc, az, hogy a drogkereskedelem, fegyverkereskedelem, emberkereskedelem és minden egyéb dolog ma előtérbe kerül, nyilván bizonyos korrekciókat szükségessé tesz, és a belső elhárításnak nem az a dolga, hogy a politikusokat vegzálja, meg a saját állampolgárait vegzálja. És ezt kellene visszavenni, mert ugye itt érződik az aranyátolódás, és a megfigyelések, lehallgatásokkal foglalkozó részt kellene demilitarizálni. Például a német példa erre jó. Nyilván Németország Németország, Románia Románia, de Németországban ez egy külön intézmény, hatóság, nincs alárendelve a titkosszolgálatoknak, nincs alárendelve az ügyészségeknek. És akkor, amikor a bíró ad engedélyt egy személynek ilyen vagy olyan típusú megfigyelésére, a büntető eljárás, kivizsgálás során vagy nemzetbiztonsági szempontból, akkor ez az intézmény a bírói mandátum alapján elvégzi a feladatot, és annak, aki megrendelte, átadja az anyagot.
De az, amit az ügyész rendel meg, azt az ügyész kapja vannak, meg. Mert ugye most derült ki, hogy Karim Popescu Tericsánot 7 évig lehallgatták a hálószobáját beleértve. Hát ez miféle emberi jogoknak a tiszteletben persze, tartása? Persze, erről beszélünk, hogy és meg sok mindenki fog derülni. Mederbe terelni, a jogállamiság medrébe visszaterelni ezeket? Milyen bíró ad ki 7 évig felhatalmazást arra, ezt nem lehet megkérdezni a parlamentben? De igen, erről beszélünk, amikor azt mondja a Botont, hogy visszavettek a lendületből a bizottságon belül, mert ezt a bizottság tudja megkérdezni, mert ezek titkos információk, ezt a parlamenti képviselők 99%-ának nem adják ki. Egyszerűen nem fér hozzá, mert nincs ilyen jogosítványa csak a bizottságnak. Tehát igen, a bizottságnak ezeket meg kell kérdeznie, ilyen, hogy 7 éves mandátum nincs, de azt tudjuk, hogy a nemzetbiztonsági mandátumokat folyamatosan meghosszabbítják. Látjuk, egy-egy dossziéban van egy nemzetbiztonsági mandátum, az 6 hónapig érvényes. Téged a törvények szerint utána kellene, hogy értesítsenek, hogy megfigyeltek, lejárt, megnézheted az összegyűjtött információt. Ha nem értesítenek, akkor két lehetőség van. Vagy folytatódik és meghosszabbítják 6 hónapról 6 hónapra a nemzetbiztonsági mandátumot, vagy pedig törvényt sértenek és nem értesítenek. Lezárták, de elfelejtenek értesíteni. Ezt a hipotézis zárjuk ki, maradjunk a másodiknál, hogy elindítanak egy ilyen megfigyelést, és folyamatosan hosszabbítják. A másik, ami ugye fölmerült nagyon sokszor, hogy a nemzetbiztonsági mandátumok kibocsátásának az eljárásából az ügyészt ki kell venni. Az ügyésznek ott nincsen semmi keresni valója. Ott a szolgálatnak van keresni valója, és a bírónak. Viszont a bírónak olyannak kell lennie, nem úgy, ahogy itt bebizonyította az egyik ügyvéd, azt hiszem, hogy a Kirica nevezetű ügyvéd itt Kolozsváron, hogy ami bemegy, az ki is jön. Tehát tulajdonképpen a bírók nem mérlegelnek. Ez a legrosszabb, hogy a bíró, amit behoznak neki, azt ki is engedi. A bírónak kell mérlegelnie, hogy azok a feltételezések, amelyet egy mandátumnál, a mandátum igénylésekor az asztalra tesznek, azok megállják a helyüket, vagy nem állják meg a helyüket. A bírónak ilyen mérlegelés lehetősége van, hogy ezzel nem él, ez egy óriási probléma. Tehát a dolog rettenetesen bonyolult, de ehhez kell egy új törvény, kell egy erős parlament, és kellenek nagyon elhatározott emberek, akik ezt végigviszik. Klaus Johannis elnöknek a tevékenységét most vegyük csak az igazságszolgáltatás, de úgy általában hogyan ítéled meg, és specifikusan az igazságszolgáltatás reformjának a terén? Én azt gondolom, hogy egy csomó problémát ő is lát, egy csomó problémát ő is érez, viszont sajnos az igazságszolgáltatási reform is belekeveredett ebbe a belső belpolitikai háborúba. Egyrészt az elnök és az őt támogató pártok, másrészt a szociáldemokraták. És bármi történik egyik oldalon, az a másik oldalon megkérdőjelezendő, és alkotmánybíróságon megtámadják, visszaküldik a parlamentbe, minden olyan eszköztől felhasznál egyébként alkotmányos eszközöket, amelyekkel a kormányzatnak, a koalíciónak, a parlamenti többségnek a kezdeményezéseit tudja fékezni. Nem biztos, hogy mindenben egyetért, de én azt gondolom, hogy én az elmúlt években láttam, hogy azért sok kérdést ő is problémásnak látott. Nem annyit gondolom, mint azok, akik ezeket a kezdeményezéseket az asztalra tették, de ezek mind mellékesek lettek, sajnos egy ilyen totális belpolitikai hatalomért folytatott harc alakult ki, ahol az igazság azt gondolom, hogy ha nem is középen van, de biztos, hogy nem csak az egyik oldalon van. Most azt látjuk, hogy Johannis nem a mi elnökünk lett, ugye, ahogy reméltük egy kisebbségitől, de úgy általában az államfői munkáját hogyan ítéled meg? Közelednek a választások. Még messze van. Mi az RMDSZ-nek a nem, stratégiája államfő választás? Nem gondolkodtam ezen különösebben sokat. A 2019-es államelnöki választásról csak az Európa Parlamenti választások után fogunk tudni érdemben beszélni, tehát a jövő év májusától arrafele. Arról is, hogy indítunk-e jelöltet, hát én azt gondolom, hogy kell indítani, arról is, hogy kit. És hogy aztán a második fordulóban mi lesz, az egyelőre nagyon bizonytalan. Én azt látom, hogy ő egy teljesen más elnök akart lenni, mint Basescu, és ez neki sikerült. Hogy ebben mi a jó és mi a rossz, azt alaposan végig kellene nézni. Ő rettenetesen beszorította magát az alkotmányos keretek közé, és abból nem akar az Istennek se kitérni, ami lehet, hogy jó. Hogy Romániában, a román politikában ez előnyös vagy nem előnyös, én ezt nem tudom ebben a pillanatban megítélni, mert egy zajos
és nagyon bonyolult, és sok szempontból kártékony 10 esztendő után, ami Basescu mögött van, egyelőre még nem lehet megítélni, hogy ez a 4 esztendő csendesen az milyen. Egyrészt, másrészt egy ilyen nagyon bürokratikus elnök. Ő nem egy politikus elnök. Nála a munkaidő elkezdődik 9-kor, és 16:30-kor befejeződik. Nála a hivatal az 8 óra. Na most ilyen elnöke nem volt még Romániának, ahol a hivatali idő az reggeltől. Az elnökök azok reggeltől másnap reggelig hivatalban vannak, ilyen vagy olyan formában. Tehát azért ez is azt feltételezi, hogy az ő gondolkodása azt is jelenti, hogy van egy jól működő adminisztráció, és az megvégzi a dolgát, az elnök megvégzi azt, amit az alkotmány neki előír, és semmivel se többet. Engem igazából, ami rettenetesen bosszantott és bosszant, hogy alkotmánybírósághoz fordul olyan kisebbségügyi esetekben, amelyek szinte megkérdőjelezik azt, amit ő polgármesterként tett. És akkor itt van egy óriási kérdés, hogy ezt miért teszi. Mert a közigazgatási kódexnek az államelnöki hivatal által az alkotmánybírósághoz írt keresetét, ha valaki elolvassa, kitépi a létező vagy nem létező haját. Mert az egy olyan szélsőséges szöveg, amellyel nem tudok mit kezdeni. És azt is megkérdőjelezi, amit ő Szebenben polgármesterként tett. Ugyanis ez az az alkotmánybírósági kereset, amely az eddig érvényben lévő nyelvhasználati jogokat is megkérdőjelezi, a 215-ös törvénynek az előírásait, illetve mindazt, amit Románia ratifikált, a kisebbségi és regionális nyelvek chartáját és abból, ami következik, és azt mondja, hogy ez egy téves dolog, amit csinál Románia évek óta, most már évtizedek óta, és hogy ez nem helyes. Ez azt jelenti, hogy ő Szebenben polgármesterként rengeteg jó dolgot csinált a 100 kisebbség szempontjából, feliratoktól, meg kulturális örökség, meg minden, amit el tudsz képzelni, és ezzel a keresettel ezt ő zárójelbe teszi. Na most fölmerül a kérdés, hogy miért. Nincs erre válaszom. Ilyen szempontból valóban nekem vannak komoly kérdőjeleim, de az elemzést az ő mandátumáról mi, és ennek a kiértékelését nem végeztük el, nem szeretnék ennél tovább menni, mert nem lenne korrekt. Van egy még kényesebb kérdésem akkor. Ugye megszavazta az Európai Parlament Magyarország helyzetéről, az ottani jogállamiság helyzetéről ezt a holland képviselő hölgy által elkészített jelentést, és az RMDS parlamenti képviselői is ellene szavaztak ennek a jelentésnek. Most akkor ebből azt értsük, hogy Magyarországon szerintünk minden rendben van, vagy mégis azért vannak problémák az ottani demokráciával? Értsük a következő dolgokat első nekifutásra, hogy ők nem a saját fejük szerint szavaztak, de gondolom a saját fejük szerint is így szavaztak volna, hanem ez volt a mandátum az én részemről, az RMDS részéről. Tehát, hogy ők szavaztak, az RMDS mandátummal volt. Egy, kettő. Szerintem a Sargentini jelentésnek meg sem kellett volna történnie. Ez nem jelenti azt, hogy nincsenek problémák egyik vagy másik országban. Problémák lehetnek Németországban, problémák lehetnek Franciaországban, Olaszországban, bárhol, így Magyarországon, Romániában lehetnek problémák, kisebb vagy nagyobb problémák, de nyilván ennek a jelentésnek, hogyha az Európai Unió jövőjét, a problémáit, a kihívásait nézzük, akkor meg se kellett volna történnie. Mert tulajdonképpen akkor, amikor a dél és észak közötti feszültségeket, különbségeket az Európai Uniónak, Európának még nem sikerült felszámolnia, a nyugat-keleti szembenállást és szakadékot ezzel csak mélyíti. Mert tetszik vagy nem tetszik, meg lehet Lengyelországot egyik héten büntetni, másik héten Magyarországot, és utána az összes volt kommunista államot, ugye most kísérleteznek Romániával, de Szlovákiával kapcsolatosan is felmerülnek kérdések, problémák, ezzel semmiféle európai szolidaritást nem fogunk elérni. Sőt, azt fogja elérni ezzel az Európai Unió, túl azon, hogy bebizonyítja, hogy semmiféle víziója nincsen, hogy mit kellene kezdeni ezzel a hihetetlenül bonyolult rendszerrel, amit az Európai Unió jelent, az bizonyítja, hogy továbbra is a keletiekre úgy tekint, mint megbízhatatlan, barbár, nem eléggé civilizált, nem eléggé kulturált népekre, illetve azt várja el, hogy amit mond a nyugat, azt ők mindenféle kritika nélkül lenyeljék. Ilyen nincs, szerintem. Ez nem lehetséges, mert nem osztotta ki senki nyugatnak,
sem a jó Isten, sem a más, mindegy, hogy milyen perspektívából nézzük, az abszolút igazságnak a porcióját, hogy ők lennének ennek a birtokosai. Lehet vitázni, kell vitázni, és én azt gondolom, hogy ezzel óriási hibát követtek el arról az ünnepről, arról a boldogságról, ami a szavazás eredményét követte, nem is beszélve. Egy kicsit úgy tűnt nekem, mert én ezt csak utólag néztem a felvételeket, mintha egy ilyen gladiátor harcot látnék. Hát ott, ahol ilyen gladiátor harcok voltak, azok a birodalmak széttörtek, összeomlottak. Én azt gondolom, hogy kellene beszélni őszintén, kell beszélni őszintén, és nem lehet Közép-Kelet-Európára, a volt kommunista államokra úgy tekinteni csak, mint egy problémás helyre, de ugyanakkor piacra. A munka erő szempontjából, mint egy jó forrásra, de azon kívül egy olyan helyre, amit a periférián kell folyamatosan tartani. Nem lehet az Európai Unióban ma hihetően ilyen kérdésekről beszélni, hogyha nem tesszük föl az alapvető kérdéseket, hogy tudjuk-e, hogy mit akarunk az Európai Unióval. Én Európai Unió párti vagyok, de meggyőződésből, és azt gondolom, hogy hosszú távon a kontinensnek akkor van esélye, ha az Európai Unió erős lesz, ha az európai államok erősek lesznek, együtt lesznek erősek, mert a globális versenyben az Amerikai Egyesült Államokkal, Kínával, Indiával, Oroszországgal a biztonságpolitikai kérdésekben egyik állam sem tudja fölvenni a versenyt. A legerősebbek sem külön-külön. Vagy együtt veszi föl az Európai Unió, vagy nem. Az Európai Uniónak ma óriási a GDP-je, az Amerikai Egyesült Államok GDP-jéhez hasonló méretű, hogyha beleszámítjuk Nagy-Britanniát is, tehát a Brexit előtti állapot. De politikailag gyenge, mert nem tudod, hogy ki az Európai Unió, kit kell felhívni, hogyha Európai Unióval akarsz beszélni. Ugye ez a Kissingernek a híres kérdése, hogy oké, de kit hívjunk fel. Katonailag pedig nem létezik. Na most egy erős gazdaságot, vagy egy erősnek tűnő gazdaságot, amely egyébként még mindig nem az innovációtól erős, attól Amerika erős, meg Kína kezd erős lenni, nem Európa, azt nagyon legyengíti a politikai gyengeség, az, hogy van egy eurója, de nem használják mindenhol, van egy schengeni övezete, de nem mindenki tartozik oda, ezzel kapcsolatosan nekem óriási kritikám van az Európai Unió fele, és legyengíti az erejét ez a két kérdés. Tehát őszintén kell beszélni, de én azt gondolom, hogy igazuk van azoknak, akik azt mondják, hogy ez nem segített. Hogyha ebben meg tudunk állapodni, akkor arról lehet aztán beszélni egy második vagy egy harmadik körbe, hogy egyik vagy másik közép-kelet-európai államban, volt kommunista államban milyen problémák vannak. Most persze, a populizmust erről, mondják, igen. Hogy a populizmus, de a populizmusnak van egy, a populizmus román, nem a probléma, a populizmus a következmény. A román politikusoktól többször hallom, hogy itt van Lengyelország, itt van Magyarország, kiépítettek olyan autokráciákat, ahol nincs korrupció probléma, egy ember kemény kézzel itt vezet, és ezt a modellt kellene nekünk is követnünk. Tehát mennyire fertőző lesz ez az illiberális modell Romániára? Gondolod, hogy Románia ettől immunis lesz? Nem fogja megfertőzni? Egyrészt én sem Lengyelországért, sem Magyarországért nem aggódom, még Olaszországért sem. Tehát a népet nem lehet leváltani. Nyilván. Pont ennyi. Tehát aki elégedetlen, az jöjjön más megoldásokkal azokra a problémákra, amelyekre a társadalom szembesül, és ez egy ilyen egyszerű történet. Tehát az úgy nem működik, hogy van egy elit, azt tudja, hogy mi a jó, a nép az buta, követi azt a nagyon szűk elitet. Nem. Én szerintem ezen már rég túl vagyunk, ez a 19. század végén, 20. század bizonyos fázisaiban imitamot működhetett, de most ebben a periódusban biztos, hogy nem működik, az Amerikai Egyesült Államokban sem, máshol sem. Kettő. Románia azért teljesen más ebben a pillanatban, és nem is értem ezeket a mindenféle aggodalmakat, mert Romániában az alkotmányos berendezkedés ezt a fajta egy irányba való menetelést nem teszi lehetővé. Tehát egyrészt ott van az államelnöki hivatal intézmény a maga alkotmányos jogaival, ami miatt ugye mi sokszor mondjuk, hogy ez nem jó rendszer, mert ez egy ilyen hibrid rendszer, a parlamenti köztársaság és az elnöki köztársaság közötti valami félúton. Másrészt ott van a kormány, és ezek az elmúlt évek tapasztalatából, mondhatjuk az elmúlt 20-akárhány év tapasztalatából, a mostani helyzetet is ismerve, hogy egy egyensúlyt tud tartani. Köszönöm. Nem tudja a totális hatalmat átvenni a kormány, mint ahogy az államelnök sem tudná a totális hatalmat gyakorolni minden egyes
területen, ami a végrehajtásra vonatkozik. Köszönöm szépen a válaszaidat. Köszönöm szépen a szíves figyelmüket, a mai műsorban ennyi fért bele, a viszontlátásra.